kiad életünknek értelmet. Az élet értelmét mindig másokhoz szoktak kapcsolni. Ez igaz lehet, de nem mindig úgy, ahogyan azt a legtöbben gondolják. Sokszor ilyenkor a szerelmünkre, a párkapcsolatra vagy a szülő-gyermek kapcsolatra gondolnak. De mi van, amikor magunk vagyunk, magunk maradtunk? Amikor a szülői vagy a párkapcsolat már nincs előtérbe helyezve. Akkor mi lehet a létünk értelme? Ki ad akkor nekünk értelmet? Valamikor azt hallottam, hogy teremtő lények vagyunk, a teremtés szikrájával megáldva. Értelmet teremtünk azáltal, hogy értelmeset cselekszünk. Ha olyat teszünk, ami a mi értékrendünk szerint értelmes, mi magunk adunk értéket a saját egzisztenciánknak, mivel van feladatunk. Erre kaptuk azokat a tehetségeket, képességeket, amelyekkel születtünk. Ezek nem véletlenek, hanem feladatok. Ha ezeket nem használjuk fel, tartalmat adva, a létünknek, akkor ez egy el nem végzett feladat marad, ami ránk vár, és ahogyan idősödünk, lehet, hogy egyre türelmetlenebbül fog kupogni, hogy foglalkozunk vele, foglalkozunk végre saját magunkkal. Tehát, mióta talán kicsit elcsendesül körülöttünk az élet, Előtérbe kerül a feladatunk saját magunkkal szemben, ami gyakran nem egy-két emberrel köt össze minket, hanem azzal, ami bennünk rejlik, de eddig nem bontakozhatott ki. Összeköthet minket a természettel, a világgal. Értelmet teremthetünk, létünknek azzal, hogy értelmeset teszünk. Nap, mint nap olyat, ami a mi értékrendünk szerint értékes. Ne másokban keressük létünk értelmét, hanem azt, amit mi magunk teremtettünk, ha akarjuk, meg tudjuk osztani másokkal.